Új református templomot szenteltek fel április elején Kisvárdán. A Tátra utcában épült templom ezzel a második református templom a református többségű városban, amely az imaház közvetlen szomszédságában várja a híveket. Az építkezés 2019-ben indult, és mintegy 134 millió forintba került. Régtől fogva vágya volt az itt élőknek, hogy ne kelljen a belvárosi templomban közel 3 kilométer gyalogosan vagy kerékpárosan közlekedni az istentiszteleti alkalmakra, még abban az időszakban, amikor a felüljáró nem készült el, akár vállalva, hogy hosszú időt várakoznak, sorompó előtt állva, nehezen eljutva pontosan az istentiszteletek helyszínére. Tehát, hogy itt ebben a városrészben is legyen egy olyan istentiszteleti helyszín, ahol ők külön bibliórára, a vasárnapi istentiszteleti alkalmakra összegyülekezhetnek. A himnusz megírásának 200. évfordulóján ismét Kölcsei szobrot avattak Nagy Károlyban. A honfoglalás 1000 éves évfordulója alkalmából korábban emelt szobrot az 1930-as években brutálisan megrongálták. Györfi Lajos magyar állam támogatásával készült alkotását Novák Katalin köztársasági elnök avatta fel Nagy Károly főterén. Nagy Károly városa a mai napon Kölcsei Ferenc szobrával gazdagodik. Mi pedig mindannyian gazdagodunk a bizonyossággal, hogy éljünk bármilyen húzatos vidékén a világnak, éljünk bármilyen vérzivataros időket. Mi magyarok határon, innen és túl egymásra mindenkor számíthatunk. Ünnepélyes keretek között adták át április közepén a Nyíregyházi Görögkatolikus Múzeumot. A megyeszékhely belvárosában található impozáns épület alapkövét 2020-ban tették le. Az átadó liturgián Kocsis Fülöp érsekmetropolita azt hangsúlyozta, fontos, hogy az Istenhez tartozást nem csak személyesen, hanem közösségben is megérjük. Ez erősíti a hitünket. Ez a múzeum pedig nem a múltról szól, hanem arról a jelenben élő közösségről, amelynek múltja és jövője van. Ez az újonnan fölépített épület, magyar görögkatolikusságunknak kulturális szentélye, a szorgos és kitartó szakmai munkás, nem különben a hitben elkötelezett odaadás eredményeképpen úgy mutat be, hogy közben tanít. Úgy magyaráz, hogy közben nem csak ismereteket ad, hanem erősíti is ezt a hitet, mivel nem csak rólunk emberekről szól, hanem arról a meghívó Istenről, akinek mindezt a gazdagságot köszönhetjük. Dicsérhetjük őseinket, akik ezeket a kincseket ránk hagyták. De elsősorban Istent illeti a dicséret, aki annak idején őket is ennek a színes hitvilágnak a megnyilvánulásaival gazdagította. De azzal dicsérhetjük őseinket, és az őket gazdagító Istenünket leginkább, ha hűségesen átvesszük, hitelesen megéljük, és érthető módon tovább is adjuk ezt a kincstárat. Régóta várt útfelújítás fejeződött be áprilisban a Vármegyében. A Balkányt és Téglást összekötő csaknem 15 kilométeres szakasz a Magyar Falu programnak köszönhetően újult meg. Gyopáros Alpár, modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos az eseményen elmondta, idén újabb 1000 kilométeren korszerűsítettek mellékutakat hazai forrásból. Nagy biztonsággal kijelenthetjük, hogy ilyen nagyszabású mellékúthálózat fejlesztési program még nem volt Magyarország történetében, mint amit most hajtunk végre a Magyar Falu program keretében. 2019-ben kezdődött az a nagyszabású mellékúthálózat fejlesztési sorozat, aminek a részesei vagyunk itt Bökönyben is, és azóta eltelt kb. 3 év alatt több mint 3000 kilométernyi mellékúthálózati szakasz sikerült már felújítanunk, és megvan a forrásunk az idei évben is arra, hogy folytatni tudjuk ezt az alprogramot is, és az idei évben is további 1000 kilométeren fogjuk folytatni a fejlesztéseket. Farkas Bertalan űrhajóst is meghívták a Vármegyébe, a Nyíregyházi Egyetemre április végén. Annak kapcsán, hogy 43 évvel ezelőtt indult egyhetes űrutazásra a Soyuz 36 fedélzetén. A most zajló magyar űrprogramról is szó esett a találkozón, amelyben 4 fiatal verseng az újabb űrútért, köztük Kapu Tibor, nyíregyházi fejlesztőmérnök. Van egy fantasztikus lehetőség itt a jövőt illetően, mert erről is kell beszéljünk. Van egy fiatalember, aki bekerült a 4 közé, és hát a 4 közül majd lesz 2, a 2-ből 1, és még az is elképzelhető, hogy ő fog repülni a világűrbe. Úgyhogy ilyen dolgokat szeretnék én ma elmondani. Maga a tudományos program egy hihetetlen bonyolult volt a mi esetünkben is, de én azt hiszem, hogy a nagy különbség az, amire
a következő magyar űrhősnek büszkének kell lenni, hogy én ugyancsak 8 napot voltam a világűrben, ő pedig valószínűleg egy hónapot fog tartózkodni. Most egy hónap alatt pedig hihetetlen sok tudományos kísérletet kell, hogy végrehajtson. Amire nyilván igyekszünk fölkészíteni maximálisan a kijelölt űrhajost, és én abban biztos vagyok, hogy egy sikeres visszatérés után éppen olyan tisztelettel, szeretettel fogják őt is fogadni, mint annak idején 80-ban engem. A kutató űrhajós hozzátette, a Földről való elköltözés gondolata sokakat foglalkoztat tudományos szempontból is, de a jelenlegi mintegy 8 milliárdos népességre mindössze 650 űrhajós jut a világon. Ebből a szempontból is érdemes latba vetni a Föld megóvása melletti érveket.